Ébredj, magyar, fordítsd a nap felé az arcot. Ébredj, magyar, vagy örök álom lesz a sorsod. Ébredj, magyar, nincs időd, nincsen választásod. Léted a tét, egy mindenkiért, s mind a nemzetért. Március 15-e van. 170 évvel ezelőtti hőseinkre emlékezünk. Méltó módon az emberekre is, az eszmére is, a lelkületre is. Berzsenyi azt írta a Magyarokhoz című művében, forra világ bós tengere, ó magyar, kicsit később pedig intett minket, ébreszt föl alvó nemzeti lelkedet. Erről van szó. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt bennünket jelenlétével. Bódi Tibor vagyok, a Subás. A jelenlegi alkalom és találkozásunk azért jött létre, hogy útjára indítsuk az országjáró ébresztő folyamatot, az ébresztő országjárást. Ennek a célja, hogy az embertársainkhoz a lehető legszélesebb körben eljuttatni legyünk képesek a megszűrt és valós ismereteket, legyenek ők devizások, bármilyen hovatartozású Magyarországon élő tisztességes emberek, mert sajnos a jelenlegi fősodratú média csak bizony korlátozott mértékben teszi lehetővé, ha lehetővé teszi ezen típusú ismeretek eljuttatását. A Magyar Ébredés Szervezet egy értékrendek mentén megvalósuló összerendeződés, egységbefogás jelképeként jött létre, és nagyon fontos feladata, hogy a vállalásai rendszerén keresztül mindaz esetlegesen a 2018. év április 8-án megtartásra kerülő képviselőjelölti választásokban hívőknek, mind a más folyamatokban hívőknek egy értékrend mentén való működés modelljét mutassa be, ismertesse meg. Az, hogy Magyarországon a társadalmunk és az egyéni életünk léte fenntartható legyen, nem megkerülhető elemként egy erkölcsi megújulásnak kell, hogy megvalósuljon. Elsődlegesen a vezetői rétegben megvalósulva, és az ő példáik által az utca emberének szintjén is, mint példa követendő modellként megjelenve az életünkben. Ezen ismereteknek eljuttatásának egy hatékony eszköze az ébresztő országjárás. Megkérünk mindenkit, hogy józan értékrendjét figyelembe véve és életbölcsességét alkalmazva szűrje meg a megfelelő ismereteket, és az elkövetkezendő időkben megnyilvánuló lehetőségek során, mint például a soron következő választás, lehetőleg olyan a bizalomra méltó jelölteket tiszteljen meg szavazatával, akik nem anyagi vagy hatalmi érdekek, vagy nem párt hatalmi érdekek által vezéreltek, hanem valóban azért vállalják fel ezt a nehéz, de értékes szolgálatot, feladatot, hogy a Magyarországon élő emberek érdekeit szolgálják döntéseik, munkásságuk. Én kívánom a magyar nemzetnek, hogy éljen, tudatosan ismerje föl a lehetőségeket, és ha egyszer megadatott a támogató lehetőség, akkor éljen ezen lehetőséggel, hogy ezek a folyamatok, ezek az egyébként biztos módon megvalósuló folyamatok, lehetőleg irányított formában és békés úton történhessenek meg Magyarországon. Az, hogy változás lesz, az nem kérdés. Ez egy kozmikus folyamat része. Úgy, mint ahogy a tél után biztos, hogy jön a tavasz.
rajtunk múlik, hogy a kialakult helyzet és ezek megnyilvánuló hatásait felelősen megvizsgálva, kellő időben tudatosan döntést hozva, ezekhez cselekedeteinket társítva segítjük-e ezen folyamatokat, vagy a nem irányított folyamatok esetleges kellemetlen tapasztalatait kell, hogy megéljük, mert amikor lehetőségünk lett volna, hogy másként legyen, cselekedeteinkkel változtassunk, akkor ezt nem tettük meg. Mi azt, ami tőlünk tellett, megtettük. Az embertársaink rendelkezésére bocsájtottuk ezt a lehetőséget, hogy erőnket meghaladó vállalások és segítségek összehangolásával ez az országjáró körút egyáltalán létre jöhetett és megvalósulhatott. Innentől az embertársainkon, az összefogásainkon múlik, hogy ez mennyire hatékonyan tud érvényesülni. Áldás van Magyarországon, áldás van rajtunk. Egyenes derékkal állni, törött szárnyakkal.